óvodások és iskolások egyaránt a húsvétra készülnek. A Balassi Bálint megyei könyvtárban már hagyományos módon ünnepi, kézműves foglalkozások keretében bütykölhetnek a fiatalok, miközben a húsvéthoz kapcsolódó tradíciókat is felelevenítik. Ez marad kék benne, és fekete. És húsvétre készítem. Zsófi pillangót készít, mások inkább a hagyományos motívumokat választják. Ezek az ajándékok már a locsolkodóknak készülnek. A lányok mellett a fiúk is nagyon várják a húsvétot. Meglocsolom mamát, Zsófit, anyát, és néha kapok hímes tojást, pénzet, kinder tojást. Hazaérünk, ebédelünk, sonka szoktunk, és Zsófi még megint meglocsolom, most levegye a vízzel. Szoktuk ünnepelni, hogy általában elmegyünk locsolkodni sok helyre, ezért hát közben a anyukám megcsinálja a finom sonkákat, meg mindent, és mikor hazajövünk így nagy fáradtan is hazajövünk, akkor meg megehetjük a finom kajákat, amiket elkészített. Meg a mamám is szokott, amikor felmegyünk hozzá ünnepelni, akkor ő mindenfajta kaját szokott csinálni, még süteményeket is. Szóval elég nagy a sürgésforgás, amikor húsvét van. Hát a locsolkodást azért tartom jó hagyománynak, mert vicces azért. Szeretem a húsvétot, mert mindig el szoktunk menni locsolkodni, és a locsolkodó pénzből biciklit veszünk mindig. Szoktunk elmenni locsolkodni unokatestvéreimhez, meg anyát meglocsolom, Rékát. Apukámmal elmegyünk locsolkodni a tesómmal. Jönnek ismerőseim, körülbelül meglocsolnak. És a tesóm egyved a vízre fog sokan csinálni széttojásokat, és odaadom a fiúknak. Nekem annyira tetszik, vagyis azért tetszik, mert ugye lehet menni locsolkodni, és sok pénzt lehet vele szerezni. Úgy tallik, hogy nagyon egyszerű, elmegyek locsolkodni, hazamegyek, eszünk sonkát, meg ilyesmiket, és pihenünk. A könyvtárban a tavaszi szünet idején folyamatosan várják ünnepi programokkal a legkisebbeket.